Ezt a baromfi telepet 7 ventilátorral és több hűtőpanellel tartják hűvösen a nagy melegben. Porvan Zoltán azt mondja, ezekkel 8-10 fokkal hidegebb tud lenni az istálóban, mint odakint. De még így is 32 fokot mértek. Ezek a jól felszerelt istálók már hűthetőek, tehát vagy vízpermettel, vagy vízpárával hűtjük, vagy ami nekünk még jobban bevált, ezekkel az úgynevezett hűtőpanelekkel, és ez teszi elviselhetővé bent a hőmérsékletet és a klímát. A nagy meleget azonban az állatok még így is nehezen bírják. Sok közülük hőstresszben elpusztul, vagy jelentősen csökken a súlyuk. A baromfi tenyésztők ezért arra figyelmeztetnek, hogy ez akár áremelkedést is okozhat. Szonya, gyere fürödni! Gyere! A házi állatoknak is nagyon melegük van. A kökény család ezért többször is fürdeti őket naponta. Nem izzadnak, mert a szellő is éri őket. A lovak viszonylag jól bírják a kánikulát. Ebben a hőségben az állatok akár hőgutát is kaphatnak. Az állatorvos szerint ráadásul sokan későn fordulnak orvoshoz, mert nem ismerik fel a tüneteket. Nyázanak, nehezített a légzésük, lihegnek. Ilyenkor esetleg, hogyha megoldható, érdemes otthon a fenekükbe dugni egy hőmérőt és megmérni a hőmérsékletet, és hogyha az mondjuk 40 fok fölött van, akkor inkább azonnal el kell indulni állatorvoshoz, mert aztán, ha még följebb megy, akkor nagy baj lehet, akár még az állat el is pusztulhat. A szakember mindenkinek azt tanácsolja, a szokottnál gyakrabban cseréljék az állatok ivóvizét, és óvják őket is a naptól.